Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. A Nissan Skyline GT-R az valószínűleg leginkább a halálos iram és a Gran Turismo miatt lett annyira népszerű, amennyire gondoljuk. Pedig ez az autó a játék és a film megjelenése előtt jóval-jóval legendává vált saját jogán, de ideig azért elég rögös út vezetett. Sukarain, vagyis Skyline, csak hát ugye a japán nyelv nem tudja kimondani a másolhangzó torlódásokat, és az L helyett is R-et mond, ezért betölt néhány magánhangzót közéjük, és ezért hangzik így. Na de, a Skyline nevet először 1957-ben akasztották autóra, és a GTR utótagot először a KPCG 10-es autó kapta meg. Viszont az 1980-as évekre a Nissan unalmas, dobozszerű és jellegtelen autógyártója volt Japánba. Ekkor jött Kumei Yutaka, aki azt mondta, hogy meg kell hirdetni a Movement 901, azaz a 901-es mozgalom nevű programot, vagyis, hogy néhány éven belül, tehát a 80-as évek közepétől kezdve, néhány éven belül legyen a Nissan a japán sportautók első számú gyártója. És ez egy hosszabb folyamat volt, ahol volt ugye a GTS és egyebek, de számunkra a legfontosabb az R32 1989-ben. Nem egy különösebben átütő dizájn amúgy ez sem, már egy kicsit látszik rajta a 90-es évek gömbölyödése, de szélesített az eleje, szélesített itt hátul, nagyon szépen látszik ezen az íven, nyilván van rajta szárny, de a legemlékezetesebb eleme az egész GTR dizájnnak az a dupla hátsó kereklámpa. Ez tényleg a KPGC 10 óta megvan, és ennél az autónál különösen megtervezték, hiszen ez volt az az elem, amit a leggyakrabban láttak belőle. De tényleg. The Shell Australian Touring Car Championship at Sydney's Amaru Park. Kumei abban hittemben nagyon sok európai gyártó is, vagyis hogyha vasárnap futamot nyersz, akkor hétfőn autót fogsz eladni. Márpedig ezzel semmi más nem csináltak, csak nyertek. 1990 és 93 között az A csoportos JGTC futamokon 29-szer indult Skyline, 29-et megnyert. A Super Tycoon 50 futamból 50-et húzott be. 91-ben és 92-ben megnyerték vele az Ausztrál túraautó bajnokságot, 91-ben és 92-ben amúgy behúzták vele a Bathurst-i Mont Panorama versenyt is. A 92-ben ráadásul úgy, hogy az autókat már 140 kilóval ballasztolták, és csökkentették a töltőnyomásukat, hogy valamennyire kiegyenlítsék az erőviszonyokat. A Gibson Motorsport mérnökei szerint elkezdtek megrepedezni a könnyűfém magnézium versenyfelnék az autók alatt a nagy ballasztsúly miatt. Ezek a Gibson Skyline-ok, ezek tényleg nagyon-nagyon kompetitív autók voltak, olyannyira, hogy a Nissan megkérte őket, hogy ha lehet, akkor Japánba inkább ne álljanak rajthoz, mert nagyon ciki lenne hazai pályán gyári csapattal kikapni az ausztráloktól. Tehát a Gibson Motorsportnak a képességeiről, tehát az Ausztrál túraautó bajnokságban 425 kört nyomtak le, ebben 337 körben az R32-es, a BNR 32-es Skyline-ok vezettek. 9 futamból 7-et nyert úgy Richard és Skyfe, hogy az első és a második helyen is Skyline volt. Ezen felül behúzták a 91-es Spy 24 órás futamot is, és a Mont Panorámán Skyfe futott egy 2.12.63-as időt, ami egészen 2018-ig a leggyorsabb kör volt azon a pályán. Ez az autó annyira gyors volt, hogy valahogy ki kellett tiltani a versenypályákról, ezért 93-ra a Ford és a Holden nyomására úgy módosították a szabályokat az ausztrál túraautó versenyzésben, hogy összkerekes és turbós autó többé már nem állhatott rajthoz, ezzel mellesleg létrejött a ma is futó V8 Supercars sorozat. Tényleg, annyira gyors volt, hogy ki kellett tiltani. Az ausztrálokra amúgy meglehetősen mély benyomást tehetett az autó, mert a Wheels magazin 1989-ben elnevezte Godzillának. A Godzilla igazából nagyon keményen hangzik, de valójában csak azt jelenti, hogy bálna gorilla. Viszont ugye utal kicsit Japánra, utal kicsit a szörny jellegére, de talán ez egy olyan becenév,
amihez az autó felér. Hiszen mi más lehet erre mondani? Az autó, amiben nem lehetett veszíteni. És hogy egy kicsit a németeknek is odaszúrjanak, 89-ben meghajtották a Nürburgringen, Kurosawa Motoharu 8.22-t ment vele. Ma már ez nem egy annyira veszélyes érték, de akkoriban a BNR 32-es Skyline volt a leggyorsabb széria autó, amivel körbeszaladtak a Nordschleifén. Azok az autók, amiket ebben a videóban láthattok, élőben is megnézhetők, Pécsen, június 3-án, 4-én az Expo Centerben. Inkább youngtimer és veteránus vonalon lesz érdekes a rendezvény, de a parkolóban azért egy kis drift is belefér. Ebben az autóban van ATTESA ETS, azaz Advanced Total Traction Engineering System Electronic Torque Split. Ez az összkerékhajtás rendkívül fantáziadús megnevezése, és ez sem lenne a németek nélkül. Ugyanis, amikor ennek az autónak a fejlesztésén dolgoztak, az éppen kapható legjobb autó az a Porsche 959 volt. Tudjátok, az a furcsa arányú 911, ami nem ér véget ott, ahol a 911 véget szokott, hanem még van neki egy ilyen nagy buflák hátulja. Abban az autóban olyan összkerékhajtás volt, mint ma a legtöbb összkerekes autóban, vagyis fixen hajtott hátra, és középen egy lamellás olajban futó kuplungcsomaggal, számítógéppel, G-szenzorok alapján az adott mértékben előre tudott hajtani. Na most, a Nissan vásárolt egy ilyet, mai árfolyamon azért nem volt kis dolog, mert 600 ezer dollárt kértek egy ilyen 959-esért. Megvették, tesztelték, atomérre szedték, és rájöttek, hogy az ötlet nagyon jó, a megvalósítás viszont annyira nem. Ugyanis a 959 az egy ortolós autó volt, lévén folyamatosan hajtott előre. A Nissan mérnökei úgy gondolkodtak, hogy az összkerékhajtás az akkor kell, amikor az ember kanyarból kifele megtiporja az autót, tehát ki akarja húzatni. Ezért építettek egy ilyen rendszert, tehát tényleg fixen hajt hátra, és hogyha hátul elpörög, akkor előre adja a hajtást ezen a lamellás kuplungcsomagon keresztül, nyilván ebbe is van egy rohedli G-szenzor, majd mindjárt elmondom, hogy nagyon viccesek. De a lényeg, hogy amikor itt tartós nagy oldalgyorsulás lép föl, akkor lekapcsolják az előrehajtást azért, hogy az autó ne tolja meg az elejét, ne legyen alul kormányzott. Egészen addig nem adják rá az első hajtást, amíg az autó hátulja meg nem csúszik. Hiszen, hogyha már csúszik, vagyis túl kormányzott, finoman driftel, akkor már nem fogja megtolni az elejét. Viszont ilyenkor ráadják a hajtást, megérkezik a nyomaték, és ki tudja húzni az autót a kanyarból, ezért tud ennyire gyors lenni. A versenysikerek is amúgy ennek tudhatók be. Hasonló léptékű fejlesztés volt ez a túraautó bajnokságban és a pályaversenyzésben úgy általában, mint amikor az Audi a Rallyban megcsinálta a Quattrót. Hirtelen értelmezhetetlenné váltak az ellenfelek, akik csak két kerékhajtással mentek. És hogy miért állok egy nyitott csomagtartó mellett? Hát azért, mert ezek az erősítőre emlékeztető dobozok itt, hát ez itt a hajtáskomputer. Nyilván ez az összkerékhajtás ez nem működne mindenféle kerékfordulat, kormányelfordulás szenzorok nélkül, de van benne három gyorsulásmérő is, két hosszirányú és egy oldalirányú. Ezek valahol itt lesznek a középkonzol környékén. Nagyon vicces, hogy ezek még kis üvegcsék, amikben folyadék van, amiben vasgolyók közlekednek. Ez volt az akkori G-szenzor. Nagyon érdekes, hogy tényleg ott van az a számítógép a kalaptartóban, viszont azt, hogy mennyi nyomaték jut előre, azt itt egy analóg műszer mutatja. Tehát ha eltiporjuk az autót és tapadásvesztés lép föl, akkor az analóg műszer elindul fölfelé, megmutatja azt, hogy mennyi nyomatékot ad az első tengelyre. És nagyjából ez a beltér legérdekesebb része, hiszen ennek az autónak tulajdonképpen csak azért van beltere, hogy ne a pőre vasat nézegessük, mert komolyan hát ez nem szép. De igazából a GTR-en ezt nem lehet számon kérni. Ez tényleg a beltér egy megoldandó feladat volt, a mérnökök örömöt azt a technika reszelésében lehetek, és hát azt reszelték is rendesen. Ami még amúgy nagyon kedves részlet, nyilván ez egy HKS demo autó, tehát sajnos ma sem tudunk gyári GTR-t kipróbálni, de hát együtt kell élni a tudattal. Nem egy ilyen kis idekókányolt doboz a turbonyomás szabályzó, hanem beintegrálták ebbe a műanyag elembe, valószínűleg ez is egy utólag gyártatott elem direkt emiatt a HKS-LVC miatt. Valamint van egy TEIN EDFC-nk, ez az elektronikusan szabályozható csillapítású futóműnek a vezérlő panelje. Ez egy japán autó, tehát nagyjából 180-ig kéne, hogy legyen osztva a sebességmérője, hiszen mint japán utcai autó maximum mennyivel mehetsz. Na hát ez 340-ig van, ami azért van, mert hogy ez egy wheelside óracsoport, és a másik kedvenc részletem a 10.000-ig osztott fordulatszámmérő. Na most ez egy 6 hengeres turbomotor.
10.000-ig osztva. Ami azért van, mert valahol 8200 környékén van a gyári leszabályozás, de hát ez az autó már sajnos messze van a gyári állapottól. Mutató! Bickózhatnék én ezzel napestig, de ugyanilyen piszkafa maradna a karom. Ugyanis ez itt egy könnyűfém gépháztető, ahogy a sárvédők is könnyűfémből vannak. Ez a GTR sajátsága, 1430-50 kg környékiek voltak ezek az autók, a homologizációs széria még egy kicsit ennél is könnyebb, de ez egy nagyon-nagyon könnyű autó, tekintve, hogy mennyire brutál, komplikált és erős hajtáslánc van benne. A motor pedig az RB26 DETT, azaz RB motorcsalád, 2,6 liter, dupla vezérműtengely, elektromos befecskendezés és twin turbo. Na, twin turbo lenne, hogyha ez nem egy HKS demo autó lenne. Ugye nagyon érdekes, a Skyline-ban több csemege van ebben az RB motorban. Az egyik például, hogy a rajta lévő két kisméretű turbo, ugye azért kisméretű, azok könnyebben felpörögnek, a meleg oldalon kerámiából vannak. Tehát a turbina kerék kerámia, a kompresszor kerék, a hideg oldal, az viszont szénszál, hogy még könnyebben forogjon. Na de, ez egy úgynevezett big single átépítés. A big single az nem azt jelenti, hogy egy elhízott egyedülálló, hanem azt, hogy a két kis turbó helyére egy nagy turbó került. Természetesen minden HKS, tényleg több benne a HKS felirat, mint a Nissan. HKS szívósor, viszont amit megtartottak, az a hengerenkénti pillangószelep. És 4000 alatt az autó nem nagyon halad. Nem fújja vissza a szél az emelkedőn, de nem gyors, ellenben amikor odalépsz neki, akkor megvan az a jellegzetes hengerenkénti pillangós megindulás, hogy ez az autó iszonyatosan szaladni akar. Na most azt nem sikerült megtudnom, hogy pontosan hány lóerős. Két program van rajta, az egyik az 1,05 bar, a másik az 1,6 bar töltőnyomás, ez ugye egy elég méretes turbófeltöltő. A kis nyomással ilyen 450 és 500 lóerő környékén kéne, hogy tudjon. A nagy nyomást meg nem fogjuk kipróbálni, egyrészt mert vissza kell adnom, meg mert várnak otthon. Harmadrészt azért, mert a benne lévő injektorok azok nagyjából ilyen 1,58-9-ig tudják kiszolgálni üzemanyaggal a levegőt, hogyha e fölé toljuk, akkor elszegényedhet és átéghetnek a duattyúk, azt pedig nem nagyon szeretnénk. Ugyanis ez az autó, ez 15 éve épült meg annak, ami. Tehát ez 15 éve működik ebben a formájában, és nagyon kellemetlen lenne, hogyha pont alattam szakítaná ezzel a jószogásával, mármint a működésével. Itt vannak az állítható aktív tenyfutóműnek az aktuátorai, ide futnak be a kábelek a vezérléséből. Ami ennél is érdekesebb, az a Brembo F50 Big Brake Kit, természetesen ez is R32 specifikus sumó. Azért hívják F50 Big Brake Kitnek, mert hogy a Ferrari F50 nem volt gyárilag ez a féknyereg. Aztán, ami gyári dolog, de nem lehet mellette elmenni, az a HICAS, High Capacity All-Wheel Steering, vagyis az összkerékkormányzás, mert hogy összkerékkormányzású, természetesen kis sebességnél az első kerekekkel ellentétesen, nagy sebességnél pedig azokkal együtt fordít a hátsó kerék, csak kisebb mértékben. Ez még, ha jól emlékszem, egy hidraulikus rendszer, nem pedig elektromos, mint az R33-ban és az R34-ben. Ezen amúgy még van egy leömlőtől indított HKS Silent Power, aminek a neve hazugság, mert nem silent. Van benne többek közt egy katalizátor is, csak az 1500 dollárba került, de van benne katalizátor is. 1500 dollár? Van annyi, mint a Prius katalizátora? Mindegy is. Ennek az autónak gyári állapotában a high-tech turbókkal, gyári kiépítésben 276 lóerősnek kell lennie, ezt a teljesítményt, ezt 6800-nál adják meg. Na most az a helyzet, hogy a japánok közt ugye volt, a japán gyártók közt volt egy gentleman's agreement megállapodás, hogy nem építenek 276 lóerőnél erősebb autót, és hát tényleg 6800-as fordulaton tényleg 276 lóerős volt ez az autó. Csak hát 8200-t forgott. Hát nem emlékszem, pár évvel ezelőtt Doug DeMuro-nak volt egy szöggyári, ő elvitte remérni, azt hiszem ilyen 315-320 lóerő körüli teljesítményt kapott az akkor 28-29 éves teljesen gyári R32-esén, tehát hogy lényegesen erősebb volt, jó 10-15%-kal erősebb volt, mint amit megadtak rá gyárilag. Természetesen
Természetesen a kuplunk két tárcsás, ezért az indulás az jár némi művészkedéssel. De igazából az hozzátartozik a teljes képhez, hogy nem csak a hajtásláncon dolgozott a HKS, de még a lengőkarok is tőlük jönnek, ami hát nyilván a szilenteket is jelenti. Vagyis ez az autó most lényegesen feszesebb, mint gyári állapotában volt. És azt érezni az egészen, hogy itt ez a döbbenetesen potens hajtáslánc. Itt ez a feszes élő futómű. És itt ez a kaszni, ami már 30 éve sem számított különösebben túlépítettnek. És azért, amikor 4000-nél megjön a töltőnyomás, és eltoljuk 7500-ig, akkor az ember találkozik egy másik életszemlélettel. Vagyis, hogy fejben hozzá kéne gyorsulni az autóhoz, ami nehéz, mármint tényleg nehéz. És felmehetnék én most ide a mecsekbe megkóstolni a helyi szerpentineket, de az a baj, hogy 4000 alatt visszagurulunk. 4000 fölött viszont nem tudom permanensen ott tartani a fordulatot, mert egyszerűen annyira sok a teljesítmény, hogy próbálkozni is kár. És az elején azt mondtam, hogy nagyon szeretnék kipróbálni egy gyári R32 GTR-t. De most egy kicsit mégis örülök, hogy ezt az amúgy rendkívül igényesen megépített autót vezethetem, mert teljesítményében és jellegében ez valószínűleg abba az irányba indult el, amivel azt a számolatlan serleget begyűjtötték a túraautó bajnokságokon, meg a Bathurst-i futamokon, meg Spában, meg ki tudja még, hogy hol. Mert azok nem voltak könnyen vezethető autók, nagyon-nagyon embert kívántak. De figyeljétek, így indul meg töltőnyomásról. 6000. És a fék is jó, azt hiszem elmondhatjuk. Szóval, hogy inkább ezen az üres autópálya szakaszon szúrogatom neki finoman, mert így még valamennyire belátható a mozgása. De ez egy nagyon könnyű autó. 1430-1450 kg, és ez a 450-500 lóerő, amit itt a kisebbik töltőnyomáson tud, ez sem az a 450-500 lóerő, amit egy modern emissziókkal folytogatott motortól kapunk. Ez iszonyatosan faragatlan és iszonyatosan bunkó, de mondom, pont azért tetszik, mert egy picit megmutat abból, hogy milyen lehetett ez az autó, amikor megépítették versenyautónak. Figyeljétek a hátsókrék hajtást, hogy jövök vele a kanyarba, meglépem, és az összkerekes autó nem az elejével indul el, hanem a hátuljával. Nem tolja meg az elejét kanyarban, viszont amikor kiegyenesítjük a kormányt, akkor előre küldi a nyomatékot és kiránt a kanyarból. Ezért tudtak vele annyira sokat nyerni, ezért tudott annyira felfoghatatlanul gyors lenni, mert egyrészt megszállottak építették, ezt a konkrét darabot pedig megszállottak tuningolták.